Előre venném a Peák Barnabást, aki jelen pillanatban a fehér trikós. Szöllősi Ferenc fiatal versenyző is a Peák Barnabással egyidős, Szarka Gergő ugyancsak vele egyidős, 98-a születésű, tehát az azt jelenti, hogy U19-es korosztályból most léptek föl, ez az első évük a felnőtt korcsoportban és az U23-ban. Van tapasztalt versenyzők, aki igazából a csapatot próbálja összetartani, és igyekszik is idősebb hajdú Barnabás. Akkor van egy Fegyveres Máté nevű fiatal versenyzőnk, ő is még U23-as korcsoportba tartozik. Idén kezdi bontogatni a szárnyait, ő sajnos a munka mellett próbálja, hát a többiek is, de munka mellett próbálja a kerékpársportot, de most nagyon-nagyon igyekszik, és nagyon jó eredményekkel, meg nagyon jó kecsegtet, amit most nyújtott az elmúlt versenyek alapján, és van egy kölcsön versenyzőnk, a Hartmann József. Igazából egy kilométer nem nagyon vesz ki az emberből, nem gondolom, hogy ez problémát fog okozni ma. Az lesz inkább kérdés, hogy a szélben hogy tudunk helyezkedni, és hogy tudunk összedolgozni, mint egy csapat. Hát ma Hartmann József és Szarka Gergő lehet a végén jó segítőm, hogyha hajrára kerül a sor. Egyébként pedig mindenki együtt fog dolgozni azért, hogy nem is csak az, hogy én, de hogy mindenki ott maradjon a mezőny elején a nehéz oldalszeles, rossz utas részeken.